Sziasztok srácok, én Júlcsi vagyok. Március az endometriózis hónapja, ezért mostanában több olyan tartalommal is készülök, illetve már került fel korábban is videó, ami ezzel a betegséggel foglalkozik, hogy minél jobban fel tudjuk hívni rá a figyelmet, ugyanis ennél a betegségnél nagyon fontos az, hogy az ember a saját tüneteit felismerje, és saját magáról is tudjon gondoskodni, és már úgy jusson el egy orvoshoz, illetve úgy próbálja meg ezt az egészet testileg és lelkileg is kezelni, hogy minél több információja van róla. Azért, mert a tünetek nagyon különbözőek, és a kezelési módok és a betegség lefolyása is nagyon-nagyon változó tud lenni, ez a videó tulajdonképpen az én tapasztalatomat fogja elmesélni, de konkrétan a műtéttel kapcsolatban, de ez nem jelenti azt, hogy ha ti esetleg műtét előtt álltok, vagy egyszer majd erre kerülne sor, akkor ugyanígy fog zajlani tényleg csak azért mesélem ezt el, mert mióta elkezdtem beszélni arról, hogy nekem is endometriózisom van, azóta nagyon-nagyon-nagyon sokan írtatok már mindenfélével kapcsolatban, de ennek a része volt leggyakrabban a műtét is, vagyis hogy az, hogy zajlik, mennyi a felépülési idő, mi történik pontosan, és ezért gondoltam, hogy most elmesélem a saját tapasztalataimat, illetve kértek titeket, hogy kérdezzetek a témában most, mert most tudok válaszolni videóban a legfontosabb kérdéseit, Íztekre, úgyhogy erről fog szólni ez a mai videó. Ha esetleg még egyáltalán nem hallottatok róla, az endometriózis egy női betegség, egy olyan betegség, ami Magyarországon nagyjából 200 ezer nőt érint, és az a lényege, hogy a ményák a hártja, a méhen kívül is megtalálható a szervezetben, a mé körül, elsősorban nyilván a kismedencében, és ott mindenféle problémákat okoz, gyakorlatilag összenövéseket és különböző csomókat, tiszták alakulhatnak ki miatt. És elég nehéz diagnosztizálni, ugyanis nem lehet ultrahangon, röngenen, semmi ilyen vizsgálaton kimutatni, kizárólag egy műtéttel. A ciszták és a csomók és egyéb ilyen ultrahangon is látható dolgok Kötődhetnek az endometriózishoz, de nem feltétlenül jelentik az endometriózist. Ezért tényleg az a helyzet, hogy csak akkor tudják diagnosztizálni konkrétan ezt a betegséget, hogyha az orvost azt a szövetet, amit kivett a, az ember hasából, azt utána a szövettanon megnézik, és akkor bizonyosodhat be, hogy erről a betegségről van szó, illetve akkor derül ki az is, hogy milyen stádiumú ez a betegség. Különböző stádiumok vannak, ez, ez egy olyan betegség, amivel lehet élni, viszont nyilván a, az életkörülményeket arra kellé komoly befolyással lehet, nagyon sokszor fájdalmas menstruációval ér, ez az egyik fő tünet, ami, által fel lehet ismerni, vagy ami miatt érdemes orvoshoz menni um, ennek a betegségnek az esetében. Viszont olyan is van, hogy valaki teljesen tünetmentes, olyan is van, hogy a fájdalmas menstruáció nem endometriózisra utal. Úgyhogy uh, a lényeg az, hogy figyeljünk oda a testünkre, a tüneteinkre, és hogyha úgy érezzük, hogy baj van, akkor igenis menjünk és addig menjünk orvosra, orvosra. Vagy elsősorban olyan orvoshoz, aki mondjuk endometriózisban szakértő, hogyha erre gyanakszunk, amíg uh, ki nem derül, hogy mi a helyzet. Tavaly elkezdtem önkénteskedni az az Endometriózis Magyarországgal, ami egy női egészségért alapítvány, akik nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy ez a betegség itthon egyre szélesebb körben ismert legyen, és már a lányokat az iskolában is sokkal alaposabban megtanítsák, akár a menstruáció körüli dolgokra, és, és hogy minél több segítséget tudjanak nyújtani tényleg életmódbeli tanácsokkal, és szakértőkkel, és mindenfélével az érintettel Nőknek. Linkelni fogom nektek az alapítvány oldalát a leírásba, ahol találtok egy szakértő ajánló részt is. Itt, hogyha szükségetek van ö, szakorvosra, vagy pszichológusra, vagy ö, bármilyen más szakmai segítségre, akkor nyugodtan fordulhatok ezekhez a szakemberekhez, mert ők tényleg értenek ehhez a betegséghez, és jó kezekben lesznek náluk. Az a kapcsolatban, hogy milyen esetben műtenek -e meg, vagy sem, azt tudom mondani, hogy nyilván nem vagyok orvos szakértő, úgyhogy ne vegyétek készpénznek, amit mondok, csak amennyire én tudom, és a tapasztalataim alapján, hogyha van valamilyen feltűnő elváltozás, ciszta, csomó, olyasmi, amire az orvos azt mondja, hogy az, azt jobb lenne kivenni, akkor nyilván úgy fog dönteni, hogy akkor, akkor kerüljön műtétre a sor. Cisztánál ugye az a helyzet, hogy ez nem mindig jelenti azt, petefészek ciszta, hogy endometriózusod van, sok más betegséget is jelenthet, vagy akár semmilyen betegséget is jelenthet, tehát, hogy a ciszták sokszor felszívódnak, és egyáltalán semmi bajt nem okoznak. Ezért aztán én úgy tudom, hogy mert nekem is volt már többször cisztám, hogy az orvos mindig ilyenkor vár egy kicsit, és nyilván figyeli, hogy mi a helyzet, hogy nő vagy nem nő, és hogyha felszívódik, akkor semmi gond, viszont hogyha olyan méretűre nő, akkor műtétet fog valószínűleg javasolni ebben a helyzetben. Illetve én úgy tudom, hogy ha nincsenek ilyen látható jelek, viszont mondjuk a termékenységi problémák vannak egy párnál, és más jelei is, vagy tünetei is lehetnek az endometriózisnak, akkor lehet, hogy egy ilyen diagnosztizáló műtétet elrendel az orvos. Volt egy olyan kérdésetek, hogy féltem-e a műtéttől, és itt mondanám azt el, hogy természetesen igen, sosem volt még műtétem ezelőtt, a mandulámat kivették, de az nem kicsi gyerek voltam, nem is emlékszem rá. Ez viszont egy hasi műtét, ami emiatt, bár laparoszkópos, tehát az azt jelenti, hogy több kicsi vágást ejtenek, illetve a köldökön mennek be, tehát nem egy nagy vágás van. Ilyen szempontból, hogy mondjam, felépülés szempontjából ez ugye jobb, meg nem is látszik annyira a hason, most már szinte egyáltalán nem látszanak a vágások. Viszont mivel ez egy hasiműtét műtét, egyrészt, másrészt mivel nem tudja feltétlenül az orvos, hogy mit fog találni ott bent, ezért uh, nyilván veszélyes műtétnek számít, meg, uh, meg tényleg az van, hogy nem tudod, hogy mi lesz a végkimenetele. Attól függetlenül, hogy ez egy rutin műtét, és nagyon-nagyon szakértő kezekben voltam, azért, uh, azért lehetett azt tudni, hogy, uh, hogy nem lehet tudni, hogy mi lesz, és hogy milyen hosszú lesz ez a műtét, ezt is kérdeztétek. Az enyém szerencsére nagyon jól ment, azt nem tudom, hogy milyen hosszú volt, ezt nem is kérdeztem meg, csak azt mondta az orvos utána, hogy minden rendben volt, kivették a csomót, cisztákat, kicsit kitakarizottak ott bent, és, és, és minden, minden szuper. Viszont nagyon sok olyan eset van, és tényleg nem lehet tudni ezt, hogy te melyikbe tartozol és melyikben nem, én is közel voltam hozzá, hogy akár egy hogy a szervre mondjuk úgy ránő egy csomó vagy akár olyan összenövésnek vannak, hogy el kell távolítani egy bizonyos szervet vagy annak egy részét, tehát hogy nem az egész szervet, de hogy mondjuk egy petefészket vagy, vagy akár egy, egy, egy darabját vagy a bélszakasznak egy darabját, tehát hogy nagyon sok kimenetele lehet egy ilyen műtétnek, és nyilván emiatt én féltem, hogy mi lesz, de azért igyekeztem nyugodtnak maradni, és utána nézni dolgoknak, és felkészülni úgy lélekben az egészre. Kérdeztétek, hogy petefészket mindenképp eltávolítanak-e? Nem. Ez, ez nem. ez, nem, ez így működik szerencsére, hanem tényleg arról van szó, hogy az orvos ott látja meg, hogy mi a helyzet, és amit úgy ítél meg, hogy veszélyes lehet a későbbiekre, nyilván olyan mértékű beavatkozást fog csinálni. Úgyhogy, úgyhogy ettől nem kell tartani, illetve azt hiszem, hogy szoktak ilyen petevezeték átjárhatósági vizsgálatot is csinálni, ebben nem vagyok biztos, azért, hogy a termékenységgel kapcsolatban is legyen valami olyan kép, ami, ami, többet mond, mint, mint mondjuk egy ultrahang, vagy egy sima vizsgálat. Az a kapcsolatban, hogy hogyan kellett felkészülni a műtétre, és fájdalmas volt-e az én tapasztalataim a, azok, illetve hát nyilván, mivel ez egy hasi műtét, az biztos, hogy előtte nem szabad enni, nyilván előtte befekszel a kórházban, mielőtt megműtenek, azt hiszem, hogy egy nappal korábban kellett talán bemenni, és nem lehetett pontosan tudni, hogy uh, mikor fognak műteni, hány órakor. Uh, volt olyan, hogy ezzel is csúszott, mivel ugye nem lehet tudni, hogy egy műtét egy óráig tart, vagy akár három-négy óráig, ezért nem lehet teljesen pontosan beütemezni az embereket erre. Az, tehát, hogy... Uh, igen, tehát nem lehet előtte enni, uh, inni azt még szabad egy ideig, de utána csinálnak, teljesen ki kell a a hasat, a belet nyilván ilyenkor, mert hogy felfújják levegővel, hogy jobban lássanak, és minden minden láthatóbb és jobban működjön, ami azt jelenti, hogy bejelentést is adnak, ami az egyik legrosszabb dolog, amit valaha csináltak velem, megmondom őszintén, ezt nem fogom részletezni, de biztos, hogy rá tudtok keresni, hogyha, hogyha szeretnétek az interneten, hogy ez mit jelent. Egyébként pedig más felkészülés nagyon nem volt. Nekem egyébként szerencsém volt, mert abban a kórházban, ahol én voltam, ott volt egy darab, egy személyes szoba. Egyébként a többi, azt hiszem, hogy három vagy négy személyes volt. És amikor oda mentem, akkor megkérdeztem, hogy az a szoba, az így, hogy így, hogyan lehet azt igénybe venni. És nyilván, ugye, pénzbe került, amire azt mondtam, hogy jó, akkor, akkor azt hagyjuk inkább. Most nem tudom, hogy mennyi volt, ne haragudjatok, de nem volt annyira iszonyatosan nagy összeg, de azért mégis sok pénz volt, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor nem kell, és bementem az egyik több ágyas szobába, és aztán még nem pakoltam ki a cuccaimat, amikor, amikor odajött a, a, nővér, és mondta, hogy egyet több beteget vettek fel, mint ahányan amúgy elférnének, úgyhogy nekem adja az egy ágyas szobát, mert úgy én érdeklődtem iránta uh, ingyen. És ez nekem egy olyan pillanat volt akkor, hogy valószínűleg el is írtam magam egyébként, mert hogy uh, nyilván féltem, és nagyon jól esett, és nagyon hálás voltam az univerzumnak, hogy ez most éppen így alakult. Uh, lehet, hogy van, akinek jobb egyébként, hogy tud beszélgetni másokkal, de nekem sokkal jobb volt így, hogy egyedül vagyok, nyugiban néztem a kis sorozataimat, meg uh, nem tudom. Tényleg, tényleg nekem ez így nyugodtabb volt, és én nem vagyok akkor annyira cseti, amikor ilyen lelkiállapotban vagyok, illetve az is elég jó volt, hogy volt egy saját uh, kis fürdőszobám, tehát egy WC, meg egy zuhanyzó volt benne. Um, úgyhogy most már így utólag azt mondanám, hogy kifizetném mert azt a pénzt mindenképp, mert nekem nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy kicsit jobban meg tudjak nyugodni és felkészülni lélekben, meg, meg úgy mindenhogy erre az egészre. Úgyhogy, ha van rá lehetőségetek és módotok, akkor én mindenképp javaslom, hogy éljetek vele. Egyébként előtte pont azért, mert altatásos műtét mindenféle vizsgálatokra el kellett menni, ilyen EKG vérvétel, rönggen, ultrahang, mit tudom én, mindent el kellett intézni, ami egy kicsit rohanós volt, meg a magyar egészségügyben nem a legegyszerűbb dolog, de nyilván azt is meg lehet azért oldani. És akkor megvolt a műtét, és akkor utána kivisznek egy, hát intenzívnek nevezik azt hiszem azt a helyet, ahol felébredsz, és, és utána nálunk ez úgy működött, hogy ha már fel tudsz állni, és vissza tudsz menni a szobádba, akkor mehetsz. Tehát, hogy ez volt így a, ez alapján döntötték el, hogy jól vagy már annyira, hogy visszamehetsz a saját szobádba, hogy a két lábadon vissza tudsz menni. Én nagyon szerettem volna visszamenni a szobába, mert, mert megmondom őszintén, hogy ijesztő volt felébredni, nem tudom pontosan elmondani, hogy miért. Egyrészt nekem iszonyatosan fájt a fejem, és nagyon szédültem a maga az altatás miatt, és, és nyilván a hasam is fájt. Tehát, hogy nagyon, nagyon csak nagyon furcsa, még sosem ütöttek az, hogy elalszol úgy, hogy minden rendben, tehát, hogy jól érzed magad gyakorlatilag, és aztán felébredsz úgy, hogy, hogy nagyon hogy érzed, hogy össze-vissza kavarták a dolgokat benned, benned, és hogy fáj, és nyilván fáj a fejed, és szédülsz, és mindenféle. Úgyhogy nagyon megpróbáltam többször felállni, nem sikerült egy ideig, de aztán egy idő után így nagyon nehezen sikerült be a saját szobámba és az ágyamba, és akkor lefeküdtem. És hát nem fogok hazudni nektek, az az első éjszaka az nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, nagyon erős fájdalmaim voltak, és egyébként ugye ilyenkor még itt kilóg az emberből egy ilyen, nem is tudom már, hogy hívják azt. Nem infúzió. Infúzió, azt hiszem nem volt, hanem egy ilyen drain dolog, tehát valami cső kilóg belőled, ez a lényeg, és azért fordítva kellett feküdnöm az ágyon, hogy az így le tudjon lógni az ágyról, és volt az ágy mellett ugye egy ilyen kis jelző dolog, ami hívta a nővért, és az úgy, hogy meg kellett fordulnom, az nem a kezemnél volt, hanem lent a lábamnál. Na most hasi műtétnél ugye az van, hogy annyira fáj, ott a hasad, hogy semmiféle izmod, mintha nem lenne gyakorlatilag, és úgy tudtam jelezni a nővérnek, mert hogy többször is jeleztem neki az éjjel, hogy adjon egy fájdalom mert megőrülök, annyira fáj. Egyébként a hasam fájt, illetve ami a legérdekesebb volt, a személyem csontomban nyilalt ilyen nagyon erős fájdalom, és kérdezgettem nyilván, hogy ez rendben van, ez normális, és mondták, hogy persze, minden, minden oké, mondtam, hogy jó, akkor csak ki kell bírni. Szóval hogy úgy kellett jeleznem a nővérnek, hogy a kezemmel emeltem fel a lábamat annyira, hogy elérjem azt a kis jelző dolgot. Na, az egy, az egy szép nagy kihívás volt, és többször is el kellett játszanom az éjszaka folyamán, de igazából utána azt hiszem, hogy már egy picit tudtam aludni reggel, és, és jobb volt az, hogy az első, első pár óra volt az, ami nagyon nehéz volt és utána másnap pedig már gyakorlatilag fel tudtam kelni, tudtam sétálgatni, nem azt mondom, hogy annyira gyorsan, meg annyira kellemes volt, de hogy, hogy, nem volt nagy probléma, és másnap én már haza is mehettem. Amit tanácsolnék mindenképp, hogy vigyetek magatokkal műtétre, az nyilván saját hálóing, mindenképp hálóinget, ne olyat, ami hozzáír a hasadhoz, hanem olyat, ami eláll tőled, de azért takar is és kényelmes. Uh, valami olyan cipőt, amiben így bele tud bújni egyszerűen. Tehát én egy ilyen, nekem ugye, káb. hát októberben volt a műtétem, úgyhogy én egy ilyen kis ag hasonlás csizmát vittem, mert az meleg, és olyan, mint egy papus, de csak így belebújok, és akkor minden rendben. Uh, meg legyen nálad valami, ami leköti a figyelmed, könyv, újság, sorozat, bármi ilyesmi, az nagyon fontos. Uh, illetve ami a leges legfontosabb, az a torok cukorka. Ugyanis én ahogy felébredtem az adtatásból, ez az egyik legnehezebb egyébként, hogy iszonyatosan ki voltam száradva, az egész szám a torkom, mindenem nagyon ki volt száradva. És ugye ilyenkor az, hogy köhögnöd kell. Na most egy hasimítőt után nem tudsz köhögni, mert hogy iszonyatosan fáj, és nagyon-nagyon rossz. Úgyhogy erre ezt mindenképp tanácsolnám, hogy ha a műtétetek lesz ilyesmi, akkor ügyetek magatokkal torok cukorkát. Nyilván ne fekve próbáljátok meg elszopogatni, meg ugye ilyenkor még egy ideig nem lehet se inni, se enni, azt hiszem, nem emlékszem, hogy mennyi időt, tud, idő, után tudtam inni, viszont a torokcukorka az határozottan a legfontosabb dolog volt, ami nálam volt végül emiatt, mert nem tudsz és nem akarsz köhögni ilyenkor, de nagyon könnyen lehet, hogy kiszered a torkod, vagy a szád, is, és ingered van rá, hogy köhög. Úgyhogy ezt, ezt vigyétek el a videóból, ha semmi más nem vistek. A felépüléssel kapcsolatban engem ugye másnap hazángettek, és nagyon-nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert uh, Dávid is otthon volt velem, és anyukám is eljött hozzánk, és uh, ők ketten gondoskodtak rólam, főztek rám, meg, meg mindenfélét csináltak velem, ami nagyon kedves volt, és megmondom őszintén, hogy az a... Az a nekem egyébként meg azt is mondják, hogy olyan három-négy hét maga a felépülés, az nem azt jelenti, hogy három-négy hétig feküdni kell, de azért egy hétig, egy hétig feküdni kell, és, és utána nyilván el kell kezdeni mozogni, meg mindenféle, de hogy nem szabad megerőltetni magad, és olyan dolgokat csinálni négy hétig, ami amit egyébként csinálnál, hogyha minden rendben lenne, és nem egy műtét után lennél, úgyhogy nagyjából erre kell számolni. A fájdalommal kapcsolatban egy ideig még voltak fájdalmaim, ami a legrosszabb volt, hogy pár nappal után jött meg a menstruációm, na az nagyon-nagyon fájt, de nyilván vettem be fájdalomcsillapítót, meg használtam az egyéb kis trükkjeimet, amiket szoktam. Viszont megmondom őszintén, megijesztett, hogy, hogy akkor most ez nem fog megváltozni, de azért egy ilyen műtét után pont, hogy ott csináltak mindenféle dolgokat, ez teljesen normális, hogy a menstruáció is ennyire fájdalmas úgyhogy azt még így át kellett vészelni, illetve amit még érdemes tudni, hogy ilyenkor ugye adnak, vagyis hát be kell neked adnod otthon magadnak injekciókat, azt hiszem, hogy minden nap, nem tudom, hogy hány napig, most erre nem emlékszem, ne haragudjatok, de hogy olyan, talán olyan nyolc napig, ez az altatás miatt van, és ezt nekem Dávid csinálta Hűsként. Én nem tudom, hogy magamnak be tudtam volna adni, de ő nagyon-nagyon ügyes volt ebben, és tényleg um, határozottan nagyon-nagyon kitett magáért, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Ha feküdtem, akkor minden rendben volt, és hogy ezt csinálhattam hetekig, és nem kellett más dolgokon aggódnom, és, uh, és nem tudom, ez nagyon jól esett. És nyilván arra is jó volt, hogy egy kicsit lelkileg megnyugodjak, meg feldolgozzam ezt az egészet. Úgyhogy arra az időszakra egyébként ilyen jól gondolok vissza. De nyilván azért is, mert túl voltam az egészen, és ezáltal is egy kicsit megnyugodtam. A legtöbben azt kérdeztétek egyébként különböző módokon, hogy megoldott-e a problémát a műtét, hogy azóta milyenek a tüneteim, hogy mennyire volt eredményes, hogy meg kell újra műteni. Ez utóbbi kérdésre nem tudok válaszolni, ez, ez nem fog kiderülni, amíg nem jutok el odáig, hogy esetleg azt mondja az orvosom, hogy igen. Hogy mennyire változtak, hát, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy nem, most is ugyanúgy, gyakorlatilag ugyanúgy fáj a menstruációm, mint az előtt, de kezelhetően. Tehát, hogy ugye előtte is én már megszoktam azt, hogy, hogy ö, olyan nincs, hogy nem veszek be fájdalomcsillapítót, ö, sőt, nem veszek be mondjuk kettőt vagy hármat, ami a maximális, azt hiszem, a maximális adag abból, amit szedni szoktam, ö, az első napon és még a másodikon is, én erre nem is emlékszem, hogy ilyen valaha lett volna, de ugye akkor, amikor diagnosztizáltak, vagy hát elkerültem ez el az orvoshoz, és elke, elkezdődtek ezek az intenzívebb problémáim és fájdalmaim, azok ott volt kettő vagy három ilyen nagyon-nagyon-nagyon durva fájdalom. Főleg az ugye az egyik, amivel bevittek a sürgősségire éjjel. Na, az egy 10-ből 11-es fájdalom volt, és olyanom azóta nem volt. Egyetlen egyszer történt, nem tudom, nagyjából fél évvel ezelőtt, hogy éjszaka felébredtem arra, hogy iszonyatosan fáj, és akkor volt ez a kimentem, hogy beveszek egy gyógyszer, de aztán le kellett feküdnöm fél úton, mert annyira megbénított a fájdalom, és aztán befeküdtem az uhanyzóba, és a forró vizet öntöttem a hasamra, és próbáltam így kibírni, amíg elkezdett hatni a gyógyszer. Tehát ez az volt egy ilyen, de az is ott egy-két óra volt, és aztán utána el tudtam aludni, és másnap már nem volt semmi probléma, tehát, hogy egyetlen egy ilyen alkalom volt azóta. Egyébként kezelhető ez a fájdalom, tehát nem azt mondom, hogy elmúlt, egyáltalán nem múlt el, és nem is nagyon veszem észre, hogy változott, de az biztos, hogyha akkor nem lett volna ez a műtét, akkor sokkal, sokkal rosszabb lett volna a helyzet, tehát akkoriban a műtét előtt sokkal rosszabb volt, és nagyon féltem is tőle mindig, hogy mi lesz a következő hónapban. Úgyhogy ilyen szempontból biztos vagyok benne, hogy jobb a helyzet. A műtét után egyébként én nagyon gyakran jártam orvoshoz, mert tavaly elég sokféle panaszom volt, lett, lett megint uh, cisztám és más ilyen mindenféle apróság, amit el tudtok képzelni, de egyik sem volt annyira nagyon bészes, hogy mondjuk újra meg kellett volna műteni, uh, de hogy nem volt, nem volt jó, megmondom őszintén, tehát tényleg mindig volt valami probléma, ami felmerült. Uh, ugye műtét után szokták uh, azt mondani, hogy a hormonkezelés az, ami kordában tudja tartani ténylegesen uh, ezt a betegséget, mert ugye a menstruációt megakadályozza, és így aztán a betegség újbóli kialakulását is úgy mond. Én nem akartam uh, fogamzásgátlót szedni, hormon, hormont szedni egyáltalán. Úgyhogy ilyenkor a más, másik, amivel, um, amivel lehet egy kicsit kordában tartani, az az életmódváltás. Amit szoktak javasolni, nagyon sokféle teória van erre, és nagyon sok, mindenki, mindenki, valami másban hisz, és mindenki másra esküszik, ez egy nagyon, nagyon, nehéz dolog, pont azért, mert minden embernek más a betegségének a lefolyása, a tünetei, más lehet az, ami használ, de hogy vannak ilyen általánosabb érvényű dolgok, amit érdemes figyelembe venni és kipróbálni, a cukormentes diéta, vörös húst nem szabad enni, ami ugye nekem nem volt probléma, mert sok-sok éve nem eszem húst, a um, gluténmentességet is szokták mondani, bár, bár azt nem annyira fixen, mint a cukor és a vörös hús mentes diétát. Um, aztán az, hogy teljes kölés dolgokat enni, sima liszt helyett, uh, a sport, a sport nagyon fontos, az orvosom mindig azt mondta, hogy olyan sport, ami kardió, tehát úszás, futás, biciklizés. Én futni gyűlölök, viszont elkezdtem úszni, és egészen kitartóan csináltam. Is volt néhány kisebb szünet, de azért igyekeztem, és most is igyekszem ezt, amennyire tudom betartani. És ami a legfontosabb, amit mondott az orvos, és ami határozottan Minél régebb óta élek ezzel a betegséggel, és minél több emberrel beszélek, akinek ilyen betegsége van, határozottan látom, hogy mennyire hozzátartozik a lelki oldala ennek az egésznek a stressz, stresszmentesség. Mert valahogy valahogy összefügg ez az egész azzal, hogy az ember mennyi stresszel, hogy milyen, hogy hogy tud az életben kezelni dolgokat, és ez volt a legfontosabb része nekem, nyilván ezért is kezdtem el jobban az öngondoskodással, a stresszkezeléssel foglalkozni, és próbáltam felmérni azt, hogy akkor én most mit is csinálok az életemmel, mit szeretnék, mi az, ami boldoggá tesz, mi az, ami a legkevesebb stresszt okozza bennem, vagy a legkevesebb feszültséget. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része volt nyilván a tavalyi évemnek, és annak, hogy hogy alakult végül az életem, és hogy hol vagyok most. Nagyjából ennyit szerettem volna megosztani veletek a műtétemről, és a saját tapasztalataimról, illetve remélem, hogy válaszoltam minden kérdésetekre. Hogyha nem, akkor írjátok meg nyugodtan hozzászólásban, és folytathatjuk ott a beszélgetést. Mindenképp nézzétek meg az alapítványnak az oldalát, amit linkelek a leírásban, mert nagyon sok hasznos infó van rajta, és nagyon fontos, hogy akkor is, hogyha titeket nem érint a betegség, de esetleg találkoztok valakivel, akit igen, ha van ilyen a baráti körötökben, a családotokban, akkor tudjatok neki segíteni azzal, hogy elmondjátok neki, hogy lehet, hogy erről van szó, és hogy menjen el egy szakértőhöz, és vizsgáltassa ki magát. A fájdalmas menstruáció nem normális. Ez nagyon fontos, hogy jegyezzétek meg, és így hozzá másokhoz is, hogyha esetleg ilyen problémájuk van. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, és hamarosan találkozunk újra. Legyetek jók, sziasztok!